Jó estét kívánok, kedves nézőink! Az első osztályú városi kispás labdarúgó bajnokságban ezen a héten a hetedik forduló mérkőzéseit bonyolították le. Úgymond kiesési rangadón találkozott egymással a két újonc, a Total Food és a Marathon Sport. Következzen a 13. és a 14. helyezett csatája. Az első osztályú kispás bajnokság hetedik fordulójában az a kérdés, melyik csapat szerzi meg idei első győzelmét az Elit Ligában, a Total Food vagy pedig a Marathon Sport együttese? Kék mezben, fehér nadrágban balról jobbra támad a Total Food, míg tiszta zöld szerelésben a Marathon Sport csapata. A két csapat eddig még nem szerzett győzelmet. Az eddigi 6 forduló alatt a Total Food egy pontot már begyűjtött, azonban a Marathon Sport még pont nélkül 6 vereséggel áll a tabella utolsó helyén. A Total Food pedig egyel előzi meg a maratont, 13. Így azt is lehetne mondani, hogy kiesési rangadónak lehetünk tanúi, bár még csak a bajnokság 7. játékhetében járunk. A két csapat összeállítása a Total Food együttesében. Fodi László őrzi a kaput. Közben a másik kapusánt a Tibornak kellett kistartolnia a kapujából. Így mentett. Tehát a Total Food összeállítása a mezőnyben 10-essel Borbély Tibor, 14-essel Molnár László, 13-assal Szarka Zoltán. Szabadrugás nincs, csupán bedobás. 7-es számmal Schuller Zoltán, és 4-essel Horváth Csé Géza, ez a kezdő együttese a Total Foodnak. A zöld mezeseknél Sánta Tibor, a kapus, mint ahogy az már az iménti szituációból kiderült, 5-ös számmal Tisler Ferenc, 4-essel Jánosi János, 9-essel Molnár Zoltán, és 6-ossal Szabó Zoltán, valamint szintén 9-es számmal, tehát két 9-esünk van most a pályán. Vég Tamás. Total Food bedobás következik. Horváth Cséh Géza érkezett a jobb oldalon, kapás lövése azonban messze elkerülte a kaput. Jánosi. Schuller sarkalta vissza, aztán Szabó. Molnár Zoltán, Borbély állt a útját. Molnár Zoltán bedobása. Tisler Ferencről pattant ki a labda. A 4. percben járunk, 0-0-ás mérkőzés állás. Horváth Csé, aztán Molnár, Schuller, mindkét csapatnak égetően szüksége lenne a győzelemre. Riadallal fel is lehetne zárkózni picit a mezőnyhöz mindkét csapatnak. És efelé a Marathon Sport tesz egy lépést, hiszen Szabó Zoltán látványos góljával az 5. percben 1-0-ra vezet a zöldmezes együttes. Borbély. Horváth Csé, aztán Borbély ismét.
Jánosi keresztezett. Borvéj. Szarka. Tisler. Molnár Zoltán még megtartja a vonal előtt, aztán Borbély érkezett és szerelt. Tisler. Jánosi. Vég. Szabó. Ügyesen passzolgatnak a zöldmezesek, aztán ahogy ezt kimondom, már is elveszték a labdát. Öt és fél perc telt el a találkozóból, és egyelőre nem csak mezőny, de gólok számát tekintve is fölényben játszik a maratonsport, hiszen 1-0-ra vezetnek. Nézzük a két csapat eddig elért eredményeit. A maratonsport ugye az 1B-ből jutott fel. Először mutatja magát első osztályú csapatnak, és az első fordulóban egy igen szoros mérkőzésen 1-0-ás vereséget szenvedtek a Csépülszvétől. A második játékhéten aztán következett a Cooper SC, ez is egy szoros csata volt 5-4-es vereséggel. A harmadik fordulóban a Klubfeca verte őket 2-0-ra. A negyedik játékhéten a Bombon kiadós csapást mért a maratonra 11-3-as eredménnyel. Aztán az ötödik fordulóban a Bádogos 4-2-re verte a maratont. Majd a hatodik játékhéten egy 3-1-es vereség az Aprilia motoros volttól. A Total Food a tavalyi bajnokságban középmezőnyben végző Blue Hétfő megszűnő Blue Hétfő jogutódjaként szerepel itt az első osztályban. Azonban az eddigi eredményeik nem mutatják azt, hogy követnék elődjüket. Mindez bizonyítja az is, hogy a maraton megszerzi második találatát, és a gólszerző pedig Jánosi János. Mindez a 8. percben, 2-0 tehát a maraton javára. A Total az első fordulóban a Bádogostól kapott ki 4-2-re, a másodikban az Apriliától 6-1-re, a harmadikban még nem léptek pályára, hiszen annak a fordulónak a második körét december 10-én játsszák majd le a csapatok, egyébként akkor a Turulline-nal csap majd össze a Total Food. A negyedik játékhéten a Sünivel játszottak egy 5-5-ös döntetlent, és ekkor szerezték eddig egyetlen pontjukat. Az ötödik fordulóban a Bádogos, a Polyák BT 4-2-re verte a Total Food gárdáját, még a hatodik játékhéten a MÁV gépészet győzött 3-2-re. Ez tehát az eredménylista. És ha már az eredményeknél vagyunk, akkor el kell mondani, hogy 2-0-ra vezet a maratonsport. Molnár Zoltán, óriási védés Fódi Lászlótól, aztán ebből fordulhat a Total. Kovács Norbert próbálta átívelni a labdát a túloldalra, ott azonban nem érkezett játékostárs. 9. perc, 2-0 a maraton javára. Vég. Szabót próbálta kiugratni, aztán Hérsek Gábor csatázott véggel. Kovács Norbert. Cserélődtek a játékosok mindkét oldalon, megpróbálnak frissíteni a csapatok, hiszen már a 10. percben járunk. A Total Foodnál pályára érkezett 2-essel Érsek, 11-essel Kovács Norbert. A maratonsport csapatában pedig 8-as számmal az új játékos.
mosolyogtak rajtam, mert a jegyzőkönyvben még nem szerepelt a 8-as számú játékos, Györe Zsolt. Aztán, hogyha tévednék, akkor ezúton elnézést kérek. Éppen úgy, hogy elnézést kell kérnem a maratonsport másik játékosától is, Kovács Lászlótól, aki még nem lépett pályára, hiszen az elmúlt adásunkban, az összefoglalóban tévesen írtuk fel a nevét. Így ezúton elnézést kérünk. Szabó áll a labda mögött. Vele szemben Kovács, aki nincs 3 méterre a labdától. Tisler. Györe. Borbé szerelte Szabót, aztán Györe szerzi vissza. Molnár. Kovács. Indulhat az ellenakció a Totál együttesénél. Igori Tamás vette célba a maraton kapuját, Sánta azonban vetődve védett. Szabó. Molnár Zoltán egyel tovább Györének, aki visszapasszol Szabóhoz. Egy lövőcsel, aztán tovább viszi Szabó, majd lövése érsekben akad el. Horváth Csé emeli ki. Olyannyira ki, hogy a labda elhagyja a játékteret és az oldalvonalon. Szabó. Molnár Zoltán indul be, egy picit hosszú volt neki a labda. Horváthy. Kovács. Szép lett volna a csel, hogyha bejön, de Tisler résen volt, és most sem maradt le a labdáról. Azonban az irányzék egy picit pontatlan volt, fölé szállt a labda. 12. perc, továbbra is 2-0-ás maratonsportvezetés. Horváthy, érsek. Totál fut bedobás következik majd. Kovács, szép játék volt, érsekkel kényszerítőzött, Sánta védett. Szöglet. Kovács Norbert a labda mögött, Borbé érkezik, mint befutó ember. A labdát azonban nem találta el igazán jól. Jó volt a csel, aztán a lövés elakad. Kovács. Vég. Jól hozzák ki a labdát a zöldmezesek. Molnár Zoltán. Nagy lehetőség volt az újabb gólszerzésre. Először Molnár, majd pedig Szabó hibázott. Érsek. Horváth Csének hátra. Aztán Igori húzta meg. Vég. Molnár Zoltán. Érsek lép ki, Molnár azonban visszaszerzi a labdát, Szabó. Szép csel, átteszi a másik lábára a Szabó. A labda azonban ismét a kapu fölé kerül. Tisner. Nem igazán értették meg egymást most Molnár Zoltánnal. Horváth Cséh Géza ívelte előre a labdát. Nézd, hogy Emil küzdött a labdáért. Horváth Cséh lép ki. Aztán nézd, hogy futna, hogyha nem lenne hosszú a labda.
Szabó. Két ember között cikázik át keresztbe a pályán. Maratonsport bedobás. Vég közvetlen közelről fejelhetett, aztán az ismétlés a felső lécről vágódik ki. Cserélnek közben a Total Food játékosai. Érkezik a kezdő együttes, annyi változással dob Mész, hogy Emil a pályán marad. Vég. Molnár Zoltán teszi vissza Gyurinek, aztán Szabó. Borbéban akad el, Molnár Zoltánhoz kerül végül. Kint volt már a labda. Mészői. Borbé. Molnár. Szabó. Molnár Zoltán. Szabó kapja vissza. Borbé érkezik és szerel. Szarkától került Borbéhoz a labda. Aztán megpróbálnak ismét összejátszani. Szarka, jó a csel, a lövés már elakad. Molnár László nem tudott erőt vinni a lövésbe, és Sánta másodszor is hárít. Szépítési lehetőség volt most a kékfehérek előtt, nem tudták kihasználni. Szarka jobb lábbal lő, Sánta vetődött ki, és védett. Molnár Zoltán Szabót futtatja a jobb oldalon, kint volt a labda. Molnár László. Egy távoli lövés. Sánta látványos mozdulattal üti vissza a mezőnybe a labdát. Cserél a maraton. Szabó helyére hetes számmal Kovács László érkezik. Vég. Kovács felé. Kint van a labda. Mészői. Fódi kapus emelte ki a labdát. Borbé. Molnár Zoltán üldözi. Borbé így is el tudta lőni a labdát. Sánta kitornázta a játékszert a jobb alsó sarok elől, azonban szabadrúgás közben Molnár Zoltán megmozdulását, tehát lefújták a játékvezetők. 19. perc, Total Food szabadrúgás. Schuller lövi rá, levágódik a sorfalról. Aztán Borbé indíthatja a Total Food is újabb akcióját. Schuller fejéről hagyta el a labda a játékteret. Maraton bedobás. Azonban visszarendelték a játékvezetők, hiszen onnan kellett elvégezni a bedobást, ahol a labda elhagyta a pályát. Sánta kapus íveli előre Borbé, Molnár László, aztán újabb totál szabadrúgás következik. Perc. Molnár a labda mögött. Kapura próbált lőni, azonban a labda mintegy két méterrel elkerülte a maratonsport kapuját. Sánta rúgja ki. Györe vette merre a labdát, aztán ahogy leérkezett a parketre a játékszer, Molnár László rögtön el is vette azt. Szarka.
Fodor Józseffel csatázott. Mészői. Vég Tamás szereli Molnárt. Fúdinak kellett védenie. Molnár Zoltán bedobása, és aztán ezt szögletre váltja. Molnár László lábáról hagyta el a labda a pályát, aztán Kovács László próbált kapura lőni, a labda azonban fölé szállt. Borbély. Schuller jól vette át a labdát, lőni már nem tudott, hiszen Fodor József érkezett jókor. Szöglet. Schuller. Szarka lövése levágódik. Borbély. Schuller a védők mögött. Felpörgeti magának a labdát, és így oda a lehetőség. Schuller szöglete. Szarka érkezett. A kapu mellé bombázott. Kettedik perc. Egy Van Bábo holt elképzelés. Most már a Total Food indulhat. Borbély. Schuller jól vette át a labdát ismét. Aztán ez sem beadásnak, sem kapura dövésnek nem volt jó. Molnár László. Fodor Józsefen pattant meg a labda. Újabb szöglet következik. Totál bedobás. Szarka. A hatos vonalnál próbál valamit. Megpattan, Sánta kísérte a labdát, de beleérnie nem kellett. A kapu mellé perdült az. Molnár fejelte tovább. Mészői utolsó emberként tisztázott. Kovács. Fódi szerzi meg. Molnár Lászlónak dobja ki a labdát. Mészőinek hátra. Szarka nem tudott lefordulni, nem tudta megkaparintani a játékszert. Ismét a Maraton Sport vezethet támadást. Sánta kapus rúgja ki. Jánosi. Mészői mellett nem tud elmenni. Kiharcol azonban egy szabad rúgást. 24. perc. Pontosabban most már megkezdődik a 25. perc, tehát az utolsó perce az első félidőnek. Molnár Zoltán lövi rá, Fódiról jön ki, aztán Tischler ismétel, a labda azonban elkerülte a kaput. Kovács László blokkolta a kirúgást. Szöglet. Jánosi szöglete. Kirúgás. Fódi rúgja előre.
sarkát meglehetősen szerencsétlenül találta el a labda. Sok labdát adnak el a játékosok. Leginkább a totál food oldalán. Vége az első félidőnek. A maratonsport tehát az 5. illetve a 8. percben szerzett góljaival 2-0-ra vezet egy fél idő után. Megkezdődik tehát a második félidő, mert a Total Food kezd. A második félidőben Mésző, Horváthcsi, Érsek, Kovács és Igari a Total Food kezdő mezőny csapata. Még a másik oldalon Tisler, Víg, Jánosi, Molnár Zoltán és Szabó. Persze a kapusposzton nem változtattak a csapatok. Szabó, Molnár Zoltán pöccintette tovább, Jánosi, gyönyörű gól. 26. perc, Jánosi második gólját szerzi, ezzel 3-0-ra vezet a maratonsport. Első maraton támadás a második félidőben, és ezt már is gólra váltja a zöldmezes csapat. Horváthcsi. Érsek. Jánosiról vált le. Mészői bedobása. Molnár. Szabó. Molnár Zoltán fejjel Szabó bedobását követően a kapu mellé. Érsek. Kovács. Horváthcsi. Mészői kíséri ki a labdát. Horváthcsi Géza. Mészőinek. Végig támadta le Kovácsot. Így Szabóhoz került a labda. Szép játék. Szabó elfekteti a kapust is. Középre fordul, és ez bizony kéz volt. Hát, ezért meg lehetett volna ítélni a büntetőt érzésem szerint. De büntető nélkül is büntet a maratonsport. Molnár Zoltán bedobása után Szabó a gólszerző. Itt tehát ő is dupláz. 28. perc, már 4-0 az eredmény. Szabó Zoltán is két gólos. Érsek. Horváthcsi. A Total Food nem igazán tudja, hogy mi lehet a maratonsport ellenszere, mit kezdjenek ellene. Kirúgása. Kovács. Érsek. Jánosi szerelte teljesen szabályosan. Horváthcsi. Szabó buktatta. Huszonkilencedik perc, 4-0-ás maraton vezetés. Érsek.
Kovács Norbertet futtatná, beéri még a vonal előtt, és nem is volt veszélytelen. Vég. Szabó fut üres területre. Nem sikerült hozzápasszolni a labdát. Szögletet a dologból. Szabó jól veszi át, még mindig nála a labda. Aztán Jánosi Szabónak vissza, kijátszották a végletekig a zöldmezesek. Szabó Zoltán harmadik találatával 5-0-ra vezet. A maratonsport a 30. percben. Jánosi és Szabó játszottak össze egyébként. Ennek eredménye volt a gól. Az eddigi gólszerzők tehát sziporkáznak. Egymást szolgálják ki. Szabó. Vég felé az indítás. Molnár Zoltán piszkált bele, aztán Szabó cselezget szépen. Egy picit hosszan szöktette magát. Molnár Zoltánhoz kerül vissza azonban a labda. Levágódik a lövése. Mészői tartja, aztán Kovács Norberthez passzol, és szépen rövid passzokkal operálva kihozzák a labdát a totálfúgy játékosai. Kovács Norbert pedig csúnyán fölé lövi. Fölé is, mellé is. Nem volt veszélyes a kapura. Vég. Szabó. Érsek lépett ki jó ütemben. A cselek sem rosszak. Igari. Kovács. Szabó Oxival szerezte meg a labdát, aztán Jánosihoz passzol. Mészői. Kovács Norbert fut a jobb oldalon, be tudja adni középre a labdát, ott azonban Igarit megelőzte Tisler. Mészői. Érsek. Borbély. Vég. Jánosi. Szép játék. Molnár Zoltán. Kapufa. Nagyon szépen egyérintős passzokkal hozták fel a labdát a zöldmezesek. Szabó kapott egy kötényt. Borbély. Mellé. Öt nullás maratonsport vezetés. 32. perc. Szabó. Élvezi a játékot a maraton. Ez szemmel látható. Impozáns támadásokat vezetnek. Kovács most azonban a totálfúl támad, egészen mostanáig, hiszen végszerelt. Györe. Nem volt pontos a passz, Borbé érkezett hátra és szögletre mentett. Fódi gyűjti be a labdát és már is Igorit hozza a játékba. A középen teljesen üresen várta a labdát Mészői Emil, és ki is használta az adódó lehetőséget. Ezzel szépít a Total Food 5-1, 33. percben. Igori szerez labdát, a középkezdés után rögtön Kovács. Jó a csel, a második már nem annyira véglépett közbe. Szabó. Györe fut fel a jobb oldalon. Lassú volt a labda, Szabóhoz kerül vissza, óriási gól. Györe sarokkal Szabó elé gurította a labdát. Aki érkezett és kapásból jobb lábbal a kapu bal felső sarkába lőtte azt. Szabó negyedik gólja.
ezzel már 6-1 a Maratonsport javára a 34. percben. Molnár, Szabó ismét, Szabó egy kötényt oszt ki a kapusnak, 7-1. Alig fél perc telt el az iménti találata óta. És újabb gólt szerez. Szabó Zoltán 5 gólos. Nem kis teljesítmény. Kovács. Molnár László. Borbé. Fodor szerelte Szarkát szabálytalanul. Kovács. Borbé. Aztán Molnár László visszafordítja, inkább átrajátszik Borbé felé. Molnár egy emelés nem is volt rossz. Centiméterekkel szállt a kapu fölé a labda. Szabó. Két ember között húz el. Aztán középre passzol, Molnár Zoltán érkezik, és ő is feliratkozik a góllövők listájára a 36. percben. Most Szabó volt az előkészítő, Molnár Zoltán pedig a befejező ember. Ezzel már 8-1 a Maratonsport javára. Hát ez az akkó már kezd méretes lenni a Total Food számára. Borbé. Molnár László. Egy távoli lövés a felezővonalról kapu mellé. Sánta kirúgása. Borbé fejeli le. Kovács. Borbé. Kovácsnak vissza. Igari fordult volna le Fodorról. Igari lőtt a kapu mellé. Sánta kapus kereste az embert, Szabót választotta. Aztán Tisler, majd ismét Szabó a labdával. Három ember között tudta tovább passzolni Szabó. Györe megpróbált centerezni. Kovács László várta középen a labdát, nem jutott el hozzá. Igari. Sánta véd. Érkezett ugyan Szarka, de Sánta remek. Reflexekkel behúzta a labdát. Szabó. Fódi szöglet. Szabó szöglete, Szarka veszi le, Igari Szarkát mutatja, hát ezt talán még be lehetett volna érni. Kovács, Molnár László szerelte. Kovács Norbert lábáról ment ki a labda. Szabó bedobása. Tisler, nagy lövés, Fódi remek védése. Kovács László szöglete, aztán Tisler, nem lép ki rá senki, Borbéban akad el a lövés. Szabó mellé fejel. Fódi rúgja ki. Tisler. Györe. Kovács.
Tischler. Szabó. Tischlernek vissza, aztán Szabó kapja ismét a labdát. Forgulódik a 9-es vonal környékén, aztán Szarka szereli. 39. perc, 8-1-es maratonsport vezetés. Györe fejjel a kapu mellé. Kovács. Kovács László lábáról terdült ki a labda az oldalvonalon túlra. Totál fut bedobás. Hát Szarkát. Bizony löpték szerintem a hatoson belül. Kovács László kilökte a labda alól. A játékvezetők ezt nem látták. Sánta. Totál full szabad rúgás a mérkőzés 41. percében. Igari a labda mögött, két tagú a maraton sorfala. Majd Molnár László talpa alatt gurul el a labda, és így a maraton sport dobhatta be. A Fodor érkezett keményen. Szabó Borbély állta útját. Borbély, Szarka. Egyel tovább Kovács Norbertnek, át a túloldalra Borbénak, egy lövőcsel, aztán Szarka érkezik, és végül Gyuriról pattan ki szögletre, majd ismét ő állja útját a labdának. Szarka szöglete, Kovács Norbert perdíti tovább Borbé. Fodorban akad el a lövés. Igari veszi le, most Kovács László támadta, és a kezére pattant a labda. Kovács Norbert. Sánta véd, remekül. Szöglet. Sánta kapus. Egy picit ideges. Szarka szöglete. Borbély, és ez is alakad Sántában. Molnár László. Szarka. Megint Sánta a főszereplő. Az utóbbi percekben a Total Food beszorítja a maratonsport csapatát, és bizony az öltözősök kapusán múlik, hogy még nem kaptak gólt, mármint ez idő alatt. Közben egy új játékos szám nélkül a maratonsport együttesében, Orosz György. Szabó. Szarka. Kovács. Kovács Norbert. Tischler. Jó volt a belépője. Kovács László. Gula pedig az oldalvonalon kívülre megy a labda. Borbély. Igari fordul le. Szép akció. A labda azonban elkerülte a maraton hálóját. Nem sokkal ugyan. Molnár László vette merre a labdát, Kovács Norbert, Borbély, Igari, Kovács Norbert, lövésre vállalkozik, Sánta véd. Totál bedobás, Igari a labdával, Borbély, Igari kapja vissza, aztán Szarkának középre, és Pinta György szerel, Kovács László, Orosz. Most már zömében a cserejátékosok a maraton sport csapatában a pályán. Egyedül Tischler van a kezdőből a játéktéren. Maraton sport kirúgás következik.
negyedik perc. Kovács Norbert. Kovács Lászlót, majd Oroszt is becsapja. De kint volt már közben a labda. Így a zöld mezesek dobhatnak. Kovács László. Szarka szerelte könnyedén. Aztán Orosz próbálta elvenni a labdát. Kovács Norbert. Sántának kellett megint védenie. Szarka még mindig ott a lehetőség, és ismét Sánta, aki hárítja a lövést. Kovács Norbert ezt is megfogja, és ezt is a kapus. Majd pedig a felső lécről hagyja el a labda a játékteret. Hát eszméletlen, amit Sánta Tibor produkál a Maraton Sport kapujában. Vetődések nyomán egy picit talán megsérült. Ezért a kényszerű szünet. Pinta. Igari. Vég nem éri el a labdát, Igari lő. A kapu közepére tartott a labda. Így azt a Sánta könnyű szerel ütötte ki. Pinta csúsztatta meg. A másik kapuban Fódi gyűjti be a labdát. Szarka. Igari. Molnár László. 46. percben járunk. Borbély bedobása. Kovács Norbert. Róla megy ki a labda. Érzésem szerint. Bár valószínű, hogy én láttam rosszul, hiszen totál bedobás következett. Kovács Norbert. Kisler. Aztán Szabó, illetve Molnár László ölt, bocsánat, nem találta el igazán jól, lepertült a lábáról. Kovács László, Molnár László szerelte, aztán Kovács Norbert a labdával. A felső lécről jön ki, vágódik vissza a mezőnybe a labda. Óriási szerencséje is van a maratonsportnak, és így a kapusának is. Szarka. Tisler fejelte ki. Borbély. Szarka rálépett a labdára. Tisler, aztán Orosz. Molnár László és Pinta György küzdött a labdáért. Maratonsport szabadrúgás. A 48. percben. Orosz felé. Jó a fejes. Fódinak kellett beletenyerelnie. Így szöglet lett a dologból. Kovács László a sarokrúgással. Orosz ismét fejel, és megint csak Fódi a kiszögletre ment. Most Orosz végezte el a sarokrúgást, Kovács László lábáról pedig kiperdült a labda. Érsek. Kovács mellett ment el. Orosz tisztázott. Borbély. Vég. Érsek gyötri. Vég még a labdával. Pinta György kanalazta ki. Kovács Norbert. A mérkőzés utolsó negyedében hiába támad többet a Total Food, hiába veszélyezteti a maratonsport kapuját, nem tudja értékesíteni helyzeteit, és így nem tud közelebb lépni, nem tud faragni hátrányából.
hiszen már a 49. percben járunk, és 8-1-re vezet a Maratonsport csapata. Készülj! Molnár László fut, a labda mély. Vég. Kovács. Kovács még mindig a labdával. Aztán Oroszhoz passzol. Készülj. Molnár László. Már az utolsó percben járunk a találkozón. Készülj Emil bedobása. Vég, és vége a találkozónak. 8-1-re nyert tehát a Maratonsport, ezzel megszerezte idei első győzelmét, így megelőzte jelenlegi ellenfelét, a Total Food csapatát a tabellán. A gólszerzők a Maratonsport oldalán Szabó Zoltán 5-ször, Jánosi 2-szer, még Molnár Zoltán 1-szer volt eredményes, a Total Food egyetlen gólját pedig Mészöly Emil szerezte. Még egyszer a végeredmény, Total Food Maratonsport 1-8. A hetedik játékhét többi mérkőzésein különösebb meglepetés eredmény nem született, többnyire a papírforma érvényesült. Talán a Klubvetsa Coopertől elszenvedett veresége szembetűnő. Lássuk az összefoglalókat. A hetedik forduló egy rangadóval indult, hiszen a második Bádogos a harmadik Fedél Kft-vel találkozott. Az első félidő kiegyenített játékot hozott. A fehérmezes Fedél szerzett vezetést, majd az eddig remek teljesítményt nyújtó Bádogos egyenlített. Az első 25 perc zárása előtt a Fedél Kft. Játékosai ismét egy gólos előnyre tettek szert. Fordulás után már kiütközött a két csapat közötti tudásbeli különbség. A Fedél állva hagyta ellenfelét és sorra értékesítette helyzeteit, míg az egyre idegesebb Bádogos csupán szépíteni tudott. A találkozót 6-2-re nyerte a Fedél Kft. Most játszottunk a legjobban, helyzeteket nagy részben kihasználtuk. Nem volt sokkal több helyzetünk, mint amennyi gólt lőtünk. Úgy érzem, hogy az ellenfelet sikerült két-három gólos vezetés után kicsit elbizonytalanítani, és innentől kezdve szerintem már mi uraltuk a játékot. Egyszerűen nem tudtunk mit kezdeni vele, hogy a pontrugásokat nagyon jól elvégezték, előnyt szereztek, lassították a játékot, nem tudtunk egyszerűen semmit se. Hiába próbáltam cserélni, fölrázni a csapatot, nem ment. Kicsit ironikusan azt tudnám mondani, hogy otthon hagytuk a Szeget, nem tudtuk bebádogozni a Fedelet. A Sünni és barátai csapata nagy tetre készült a MÁV gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Ellen, hiszen a fekete-fehérek legyőzésével a Sünni elléphetett volna a kieső zónából. A fehérmezes Sünni ragadta magához az irányítást, ám a MÁV gépészet megfordította az eredményt. A Sünni egy ideig lépést tudott tartani a vasutasokkal, de a félidő végén már 2 gól volt a MÁV előnye. A második játékrész elején a Sünni letámadott, ám ez nem igazán volt hatékony, és idővel már az történt a pályán, amit Pusztaiék akartak, sorra termelték a gólokat. A Sünni becsülettel küzdött és kozmetikázta az eredményt, ennek következtében a MÁV gépészet 9-5-re nyerte a találkozót. Szerintem sokkal több helyzetünk volt, ezért nehéz is tettük a meccset, mert kihagytuk a helyzeteinket, és egyre szorosabb lett, de aztán a végén berúgtuk, és ezzel tudtunk nyerni, úgy érzem. Sokszor jó erőben volt az ellenfél is, sokat futottak, fiatalabbak, mint mi, azért nyerni tudtunk. Amikor elment az ellenfél 2 góllal, a második fél időbe, akkor már nagyon tudtunk újítani. Tehát nem volt cserénk, egy-két ember el is fáradt, mind fizikálisan, mind pszichésen is egy kicsit, és akkor már lehetett érezni, hogy nem fogunk tudni újítani. A 6. Klubvetsa a 12. helyen szerénykedő és gyengélkedő Cooper SC-vel csapott össze. A kékmezes Cooper kapuját idén először első számú hálóőre védte, és ez erőt adott a mezőnyjátékosoknak is. Az első félidőben még kiegyenített játék folyt a pályán, és a Cooper 1 gólos előnyével fordultak a csapatok. A Klubvetsa hiába dolgozta ki helyzeteit folyamatosan a második félidőben, nem sikerült értékesítenie azokat, nem úgy a másik oldalon. A hajrában végül bebiztosította magabiztos győzelmét a Cooper SC, és 4-0-ra nyert. Az a legnagyobb probléma, hogy kevesen vagyunk, nem tudunk cserélgetni, és mi nem vagyunk egy olyan csapat, aki mondjuk így ezt a 225 percet végig tudja játszani mindenféle csere nélkül. Nem is tudtuk frissíteni a csapatot egyrészt, meg nagyon rossz ütemben kaptuk a gólokat. Fegyelmezetten védekeztünk, helyenként igaz, hogy kihagyott a védelem, akkor voltak zavarok, de hogyha így odafigyelünk és visszaállunk, és utána a kontrákból tudunk gólt lőni, akkor jó leszünk.
A listavezető Aprilia motoros volt agilisan kezdett a tabella jelenleg 10. helyén álló Fevita ellen. A támadó szellemű játék meghozta gyümölcsét, hiszen a fehérmezes Aprilia 3 gólos előnyre tett szert. A Fevita próbálkozott az akcióvezetéssel, de az Aprilia játékosai többnyire védekezésben is remekeltek, csupán egyszer nyúltak a labdáért a gólvonal mögé. A második félidőben a motorosok magabiztos játékot produkáltak és növelték előnyüket. Az Aprilia motoros volt 5-1-es győzelmével továbbra is 100%-os az idei pontvadászatban. Gyors Turulline góllal indult a kékek Poják BT elleni összecsapása. A tavalyi ezüstérmes csapat játékosai azonban nem örülhettek sokáig, mert a fehérmezes Poják előbb egyenlített, majd a vezetést is átvette a félidő zárása előtt. Fordulás után rendkívüli izgalmak következtek. A jelenleg 9. Turul egyenlített, majd fordított az álláson. A Poják BT nem adta fel és egalizálta az eredményt, de ez már utoljára sikerült az újoncnak a találkozón. A Turulline rákapcsolt, és végül 5-3-ra nyerte a meccset. A Bombon lekopírozta a Turul kezdő taktikáját, és már az első percekben vezetést szerzett a C plusz V ellen. A tavalyi bajnok növelte is előnyét, majd meglepődhetett, hiszen a kékmezes C plusz V az első 25 percben egyenlíteni tudott. A második félidőben élvezetes játékot láthatott a közönség. A nagyöregek Szabó József vezérletével 1 gólos előnyre tettek szert, majd a Bombon alakította 3-3-ra az állást. Nagy helyzetek következtek mindkét oldalon, és a Bombon kinkeserves munkával kiharcolta végül a 4-3-as győzelmet. Nem használtuk ki kellően a helyzeteket, 3-3-ra is megvoltak. Végén meg egy bedobás gól kaptunk, hát ez egy ilyen játék. Én úgy érzem, hogy egy-két sérült el idősebben, nagyon jók voltunk, én úgy érzem. Nem volt könnyű eset, az biztos. Ha megmondom őszintén, könnyebbre számítottunk. Kicsit lebecsültük őket, hogy már 40 fölött van mindegyik. És hát nagyon megizzadtunk, mondjuk 4 plusz 1-en játszottuk végig a mérkőzést, mert ugye gólnál megsérült a játékosunk, de hát ők is 5 plusz 1-en voltak szinte, úgyhogy végül is egyenrangú partnerek voltak. Nézzük a 7. forduló eredményeit. Bádogos Fedél Kft. 2-6, Sünés Barátai MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. 5-9, Klub Feca Cooper SC 0-4, Aprilia Motorosbolt Fevita 5-1, Turulline Poják BT 5-3, Total Food Maratonsport 1-8, Bombon C plusz V 4-3. A tabellát az Aprilia Motorosbolt vezeti 7 mérkőzés után 21 ponttal, második a Fedél Kft. 16 ponttal, harmadik a Bombon 15 ponttal, bár a Bombon csak 6 meccset játszott eddig, negyedik a Bádogos 13, ötödik a MÁV Gépészet 11, hatodik a Turulline 10, hetedik a C plusz V 10, nyolcadik a Klub Feca szintén 10 ponttal, kilencedik a Poják BT 9, tizedik a Cooper SC 6, 11. a Fevita 4, 12. a Sünés Barátai 4, 13. a Maratonsport 3 és 14. a Total Food 1 ponttal. A következő játék héten, azaz a 8. fordulóban a Fevita a Total Fooddal, a C plusz V a Bádogossal, a Klub Feca a Turulline-nal, a Fedél Kft. Az Aprilia Motorosbolttal, a MÁV Gépészet a Poják BT-vel, a Maratonsport a Sünés Barátaival, még a Cooper SC a Bombonnal csap majd össze. Kedves nézőink, munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!